Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket, hétfő este az Egyenes beszédet látják, Rónai Egon vagyok, az első vendég pedig a külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter. Jó estét, miniszter úr! Jó estét kívánok, köszönöm a kívást! Kezdjük a vakcinákkal, mégiscsak járvány van, változatlanul elég drámai adatokkal. Ön azt mondta, hogy rosszabb lenne, hogyha a hagyományos utat választotta a magyar kormány, a védekezés fő szempontjául. Ugye van egy számháború az ellenzék és önök között a tekintetben, hogy melyiket kell igazából, és melyik számot kell igazából figyelembe venni, az elhunytak vagy a vakcinák és az oltások számát. Önök az oltások mellett tették le a voksot egyértelműen, ez számít. Egészen biztos, hogy érdemes volt és szabad volt ennyire egyértelműen csak az oltásokra figyelni? Hát nézze, jó estét kívánok először is, és köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek újra az ATV-ben. Ami a világjárványt illeti, nagyon kevés dologban van mind a mai napig biztos tudás meg konszenzus. Ezt tudjuk mindannyian, akiknek a családjai vagy személyesen is érintettek voltunk ebben a kérdésben, hogy a megbetegedések esetén hullámoznak a tünetek, az orvosok mind a mai napig nem tudják biztosan kiszámítani egy-egy betegnél a vírus lefolyását. Azok a sztereotípiák megdőltek, amelyek szerint a fiatal, sportoló, túlsúlya nem rendelkező ember az biztosan szinte tünet nélkül megúszta. Szóval láthatóan nagyon sok a bizonytalanság ezzel a járvánnyal kapcsolatban. De van egy olyan kérdés, amiben én még szakmai vitát nem hallottam. Pedig elolvastam egy csomó szakvéleményt, konzultáltam csomó szakemberrel, beszéltem a WHO főnökeivel. Ez az egy kérdés, ahol vitát még nem hallottam, még a nyomát sem, az az oltás fontosságának a megítélése. Tehát mindenki azt mondja, hogy erre a járványra a végső megoldás, vagy az egyetlen megoldás arra, hogy együtt tudjunk élni normálisan, a veszélyt minimális szintre csökkentve ezzel az új helyzettel, az az oltás. És ezt kihívó, ezzel ellentétes álláspontot én még nem hallottam. Szerintem nincs is. Nyilván nem is ez a kérdés elsősorban, hanem hogy a másik oldalon ott van a rengeteg magyarországi áldozata a járványnak. Hát sajnos világszerte ez a helyzet, hogy világszerte ezrek, tízezrek, százezrek halnak meg, ugye jóval másfél millió fölött van a halottak száma a világjárvány következtében. Én ezért azt mondom, hogy azt a versenyt kell megnyerni, ami a vírus és az oltás között zajlik. Mert megint akit beoltunk, azért már nagy valószínűséggel a legrosszabbat el fogja kerülni, hiszen 80% fölötti hatásosságot vagy hatékonyságot mondanak a szakemberek minden olyan oltóanyag kapcsán, amit ma a világon és ezen belül ugye Magyarországon is használunk. Ezért én továbbra is azt gondolom, hogy az oltóanyag mennyisége, a hatásos és biztos oltóanyag mennyisége dönti el ezt a súlyos kérdést. Mármint, hogy mikortól tudhatjuk magunkat, és most a magunkat alatt mondjuk Magyarországot, a világot értem biztonságban. A kormányzati sikert korábban Orbán Viktor az elhunytak számában adta meg, most pedig az oltások számában adják meg. Érdemes áttenni a súlypontot politikai értelemben a másikra? Tehát az oltásokra kizárólag? Szerintem a kérdés az, hogy is mondjam önnek, most az egyszerű, az bántó szó ebből a helyzetből, mert ez egy borzasztó rossz és bonyolult szituáció, amit a világjárvány idehozott, de abban a szempontból mégiscsak egyszerű a válasz, hogy minél előbb, minél több embert be tudunk oltani, annál több halálesetet kerülünk el. Remélhetőleg így van. Igen, mert ön hát legalábbis a szakmai konszenzus, a tudományos konszenzus legalábbis ma ezt mondja. Ön ugye azzal kezdte a beszélgetésnek ezt a részét, és ezáltal az egész beszélgetést is persze, hogy számháború van a vakcinák tekintetében. Én ezt megmondom, hogy nem tartom számháborúnak, mert itt a helyzet viszont tényleg egyszerű. Ugye bejött keletről eddig Magyarországra összesen 2,2 millió adag vakcina. Ugye most éppen Oroszországból és Kínából pont ugyanannyi, 1,1 millió, 1,1 millió. Holnap érkezik a következő orosz szállítmány, 140 ezer második oltást fognak hozni. Tehát viszonylag egyszerű kiszámolni, hogy ezt a 2,2 millió vakcinát, hogyha nem hoztuk volna be eddig, és nem oltottuk volna be vele a magyar embereket, akkor most sok százezerrel többen lennének védtelen helyzetben a járvánnyal szemben. Tehát szerintem ez nem számháború, hanem ez egy egyszerű matematikai kérdés. Mi lett volna, ha nem kötjük meg ezeket a szerződéseket? Ez nagyon egyszerűen kiszámolható. Mínusz 2,2 millió vakcina mai napig. És szerintem ezt a helyzetet senki nem akarta volna előállítani, hanem ennek a döntésnek a jogosságát és helyességét
maga az oltóanyag érkezése húzza alá szerintem. Arról milyen információja van, ez egy egészen frissnek látszó történet, hogy a Sinopharm oltásból kell egy harmadik adag is, ezt Rusvai Miklós mondta el, akit azért szakértelem hiányával nem lehet vádolni, és hát vannak olyan adatok, Kínából is megszólalók, akik azt mondják, hogy hát nem egészen úgy alakul a védettség a kínai oltóanyaggal, mint számolták. Ez szerintem ebben a kérdésben a higgadtság az egy nagyon fontos tényező. Az egész világjárvány kapcsán, és főleg ami az oltóanyagok kapcsán így van, persze. Előáll. Tehát ugye itt van velünk egy világjárvány, ami mondjuk nagyjából másfél éve ismert, hogy létezik, nagyjából egy éve és két hónapja szenvedt tőle a világ, tehát nagyjából ennyi ideje volt a világ orvosi, tudományos közösségének arra, hogy valamifajta megoldást adjon, például oltóanyag formájában. És nagyjából ennyi idő volt arra, hogy valami fajta konszenzus, valami fajta hát, tudományos vélekedés kialakuljon az oltóanyagok használhatóságáról, időtartamáról, úgy értem, hogy a védettség időtartamáról. És hogyha megnézzük, a világ orvostudományában az eredmények alapvetően mindig az idő elteltével válnak, ugye, hogy is mondjam, egyértelművé, vagy hitelessé, vagy még inkább megbízhatóvá. Ugye itt a világ tudományos közösségének mondjuk másfél éve volt maximum, és most már mindent beleveszünk abba, hogy valamifajta megoldást találjon. Tehát ezért nyilvánvaló, hogy időről időre felröppennek bizonyos adatok alapján olyan megnyilatkozások, amiről aztán vagy bebizonyosodik, hogy igaz, vagy azt mondják, hogy mégsem volt igaz. Tehát én itt azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy azoknak az embereknek a véleményére hagyatkozzunk, akiknek jogosultsága, képzettsége van arra nézvést, hogy itt hivatalos véleményt mondjanak. Ugye Magyarországon ott van az OGYEI, meg ott van a Nemzeti Népegészségügyi Központ, ahol dolgoznak azok a szakemberek, akiknek joguk, felhatalmazásuk és tudásuk van arra. Ön hivatalos jelzést nem kapott még tőlük? Nem kaptam. Hogy megmondják, hogy egy oltóanyag használata az lehetséges-e, hatásos-e, biztonságos-e, kétszer, háromszor, egyszer, kétszer kell beadni, mert ugye van olyan oltóanyag, amiről azt mondják Kínában, hogy egyszer kell csak beadni. A többire most az a szakmai konszenzus, hogy kétszer kell, de emlékezzen, hogy honnan indultunk az oltóanyagok között eltelt idő vonatkozásában. De onnan indultunk, hogy 21 nap strikten, aztán kiderült, hogy lehet kicsit hosszabb is, aztán bizonyos oltóanyagnál lehet sokkal hosszabb is. Tehát, hogyha majd a szakemberek szólnak, hogy valamelyik oltóanyagnál további intézkedés szükséges, akkor azt nyilván meg fogjuk lépni. Jelenleg a szakmai konszenzus, a hivatalos álláspont úgy szól, hogy ezeket az oltóanyagokat kétszer kell beadni, egy meghatározott idő intervallummal a kettő között, hogyha változik az erről szóló tudományos álláspont, akkor nyilván mi is azonnal lépni fogunk. Mennyire szokásos ez az üzleti modell, ahogy a Sinopharm érkezik Magyarországra? Ugye úgy tudtuk, hogy ön tárgyalta le közvetlenül a kínai külügyminiszterrel, és állapodott meg a Sinopharm szállításáról, és erről a rengeteg 5 millió adagról, ami aztán érkezik folyamatosan. Majd egyszer csak megjelent egy magyar cég, ami azzal a hivatkozással jelent meg, hogy ő tárgyalta le, és ő tudja behozni. Most akkor ez hogy van? Hát, hogy mennyire szokványos, hogy mennyire nem, az azért nem tudom megítélni, mert soha korábban oltóanyag vásárlásáról még nem tárgyaltam. Hál' Istennek nem volt az a helyzet, hogy külügyminiszterként ilyen pozícióba kerültem volna. Én mind az orosz, mind a kínai oltóanyag vásárlásnál a politikai tárgyalásokat bonyolítottam le. Tehát nekem az volt a felelősségem, tavaly október végétől kezdve gyakorlatilag, hogy az orosz, illetve a kínai állami szervekkel, ez orosz oldalon az ipari és kereskedelmi minisztérium, valamint a külügyminisztérium, Kínában a külügyminisztérium és a kereskedelmi minisztérium voltak, jussak megállapodásra arról, hogy Magyarország kaphat oltóanyagot, Magyarország lehetőleg az elsők között kapjon oltóanyagot, jó szállítási határidőkkel érkezzenek be. Minden, ami az üzleti részéhez tartozik ezeknek a megállapodásoknak, azokkal én egy másodpercet... De azt látja azt a logikát, hogy miért nem az állam hozza ezt be, és miért egy magáncég? Hát nézd, én azt látom, hogy Oroszország esetében a Nemzeti Népegészségügyi Központ írta ugye alá a szerződést a magyar oldalról, és a közvetlen orosz állami befektetési alap írta alá orosz oldalról, tehát ott sem az a minisztérium, akivel én tárgyaltam politikailag arról, hogy létrejöjjön a megállapodás. A Kína vonatkozásában pedig a jelzés az volt, hogy a Sinopharm egy importőr céggel tud megállapodni, és az NNK egy olyan magyar vállalattal írt alá importálásról szerződést, amelynek nem tudom én hány éves tapasztalata van már gyógyszer nagykereskedelem tekintetében. De még egyszer, ennek az üzleti részével én nem foglalkoztam, mert nem az én dolgom. Nekem egy dolgom volt, hogy a kínai és az orosz külügyben, plusz az orosz ipari minisztérium és a kínai kereskedelmi minisztériumban érjem el,
a korábbi pragmatikus politika bázisára ráállva, hogy mi egy olyan ország lehessünk, amely kap oltóanyagot. Ez megtörtént. 7 millió oltóanyag leszerződésének az előkészítését tudtam végrehajtani. Most az, hogy aztán ez technikailag, orvosszakmailag, szállításilag, nagykereskedelmileg, kiskereskedelmileg, tárolásilag hogy kell megoldani, ez nagyon távol áll tőlem, és ezért nem is involválható én ezekbe az ügyekbe. Viszont az orosz vakcina kormányválságot is okozott már Európában, ugye nem olyan messze tőlünk Szlovákiában. Ebben ellenben tudott segítséget nyújtani a szlovák kollégáknak, hogy valamilyen megoldásra jussanak az oroszokkal, meg önmagukkal. Megmondom, hogy a következőképpen történt a dolog. Amiután kiderült, hogy meg tudtunk állapodni az oroszokkal, aztán meg a kínaiakkal vakcinaszállításról, számos európai külügyminiszter kollega, sőt miniszterelnök is személyesen megkeresett, hogy tudnék-e segíteni kontakttal, telefonszámmal, és tudnék-e szólni, hogy majd ők hívják őket. És én persze segítettem, mert miért ne segítettem volna, hiszen a helyzet nehéz, más országokban is emberek halnak meg, emberek életét megmenteni, nyilván egy másodpercig nem gondolkodtam. Vagy amikor például kiderült, hogy Kínában a szerződéskötés határán állunk, akkor ha jól emlékszem 14 vagy 15 Európai Uniós ország nagykövete kereste meg az ottani nagykövetemet, nagykövetünket, hogy legyen kedves megmondani már, hogy kivel hogyan tárgyaltak. Aztán, hogy ezek a tárgyalások hol meddig jutottak, megint csak nem a mi dolgunk. Azt tudom, hogy Szlovákia vonatkozásában többször is segítettem a kapcsolatfelvételben, a kapcsolat tartásában, de hogy aztán végül is a szlovákok meg az oroszok megállapodtak, ez az ő dolguk. Ez az ő dolguk. És az, hogy ez Szlovákiában milyen következményeket okozott, az meg a szlovákok dolga. Én egyet tudok, átjött ide a miniszterelnök, helyettes volt miniszterelnök pénteken, ugye Budapestre, kért abban segítséget, hogy a jelenleg Szlovákiában tárolt összesen 200 000 Sputnik oltóanyag megvizsgálásában a magyar akkreditált laboratórium vagy laboratóriumok tudnának-e segíteni. Mi azt mondtuk, hogyha van hivatalos kérés, természetesen segítünk, de aztán, hogy lesz-e hivatalos kérés, az milyen formában érkezik, aztán, hogy mit kezdenek vele, az megint csak... Akkor ez még nem egy eldöntött kérdés, ezek szerint. Volt egy kérés, mi jeleztük a nyitottságunkat, hogy természetesen meg tudjuk oldani. Van rá kapacitás, van rá szaktudás. Na. Beszéltünk már Kínáról, akkor megint Kína és egy egyetem. 2024-ben létesítene a kínai Fudan Egyetem egy kampusz Budapesten. Ez egész furcsa körülmények között jönne létre, mert a magyar állam vesz fel hitelt egy kínai hitelfolyósítótól, a magyar állam bízza meg a kivitelezőt, egy kínai céget, hogy építse fel, és a magyar állam a területet helyett ennek az egyetemnek. Mi ebben az üzlet? Nézze, szerintem azt senki sem vitatja, hogy ha a világ legjobb egyetemei közé tartozó felsőoktatási intézmény külföldről, magyarországi kampusz létrehozásáról hoz döntést, az jó hír az ország szempontja. Ugye a 34. helyen áll a konszenzusos ranglisták alapján, vagy ranglista alapján a Fudan Egyetem a világon. Szerintem senki nem vitatja azt, hogy a Kínában zajló technikai, technológiai fejlesztések, a kínai felsőoktatás színvonala, az mondjuk ne ütne meg egy nagyon komoly nemzetközi standardet. Ezek után szerintem elszalasztani egy ilyen lehetőséget az butaság lenne. Na most az, hogy ez pontosan milyen konstrukcióban valósul meg, az még kidolgozás alatt van. Palkovics László miniszter kollégám foglalkozik nyilván, mint felsőoktatásért felelős miniszter ezzel a kérdéssel. Én magam a politikai diplomáciai előkészítést elvégeztem, a megállapodás megszületett, megkötetett, a Fudan Egyetem készen áll a magyarországi kampusz létrehozására. A Fudan Egyetemnek olyan egyetemekkel van együttműködése, mint az MIT, a Harvard, a Yale, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy a nemzetközi felsőoktatási életből egy ilyen magas szinten jegyzett egyetem Magyarországra hozása az egy jó dolog. Ugye? Ez volt az érv a CEU mellett, emlékszik még, mindannyian emlékszünk nyilván. A CEU egy magánegyetem, ez pedig a kínai népköztársaság által működtetett, a kínai kommunista párt felügyelete alatt álló egyetem, egy állami egyetem. Mitől jobb ez, mint a CEU? A CEU zajló munka szakmai megítélését az senki nem vitatta, vagy nem erről volt a, vagy ha vitatta is, nem ez volt a probléma. Mert az egy kérdés, hogy ki mit gondol arról, hogy jó munka zajlik egyetemen, vagy nem, azt a diákok döntik el, vagy a hallgatók, hogy jó-e ott a szakmai munka, mert ha jelentkeznek, az azt jelenti, hogy jó, ha nem jelentkeznek, azt jelenti, hogy nem jó, nem? Tehát ez ilyen megítélés kérdése. De a CEU-val nem ez volt a probléma. A CEU-val az volt a probléma, hogy van egy magyar jogszabály. A magyar jogszabály azt mondja ki, hogy egy egyetem akkor adhatja ki egy másik ország diplomáját, hogyha az adott ország területén is rendelkezik iskolában. Az a jogszabály az lett, amikor a CEU-val a vita kialakult. De a CEU-nak a magyarországi működését, a magyarországi akkreditációját, azt a tényt, hogy ő Magyarországon diplomát bocsáthat ki, azt senki nem vitatta soha.
Tehát azért ültem itt mindig széttárva a karomat olyan nemzetközi megbeszélésen, amikor arról beszéltek, hogy a CEU-t elment Budapestről, meg elűzték meg, stb. Az ember sétál a belvárosba, a bazilika mellett, akkor azt látja, hogy ott van a CEU. Az épület, tehát, de tudja, hogy ez nem ugyanaz. Nem, tehát a kövek CEU, ott maradnak valóban. A CEU működése az zajlik Budapesten, és az senki nem abajgatja, és az, hogy a CEU magyar akkreditáció szerint magyar diplomát adhat ki, az senki nem vitatja. És a FUDAN, hogyha megfelel ugye a magyarországi akkreditációs feltételeknek, akkor adhat ki magyarországi diplomát, és hogyha megfelel a törvényben leírtaknak magyarul, hogy van Kínában iskolája, már pedig van elég nagy és elég jelentős, akkor adhat ki kínai diplomát. Jön még ma Unger Péter ezzel a kérdéssel az adásban. Az előzetes látta ön is, igen. Ő azt veti fel, talán nem alap nélkül, ez egy diplomata képző egyetem is. A diplomata képzés pedig a világ számtalan országában együtt jár egyfajta szolgálati képzéssel is, hogy nem mondjam titkos szolgálati képzéssel. Ön nem aggódik emiatt? De nézze, én értem a képviselő úrnak a felvetését, de egy, a FUDAN az a természet és társadalomtudományok szinte minden szegmensében rendelkezik oktatással. Hát nem is a régészképzés miatt aggódok esem. Igen, tehát, hogy mi lesz a végső profilja, hogy mi milyen hangsúlyosan fog szerepelni ezen az egyetemen, az a részben majd várjuk meg az egyetem saját döntését, várjuk meg az akkreditációs döntéseket, hogyha mondjuk van diplomata képzés, akkor én nem gondolom, hogy az probléma lenne, hogy a világ egyik legerősebb országának egyik legjobb egyeteme, ha ide jön Magyarországra is, tart diplomata képzést, akkor ez miért lenne probléma? Hogyha egy másik égtájról érkező jelentős egyetem is tart diplomata képzést, azzal sem látok én semmifajta problémát, mert minél több szempontot ismernek meg a magyar leendő diplomaták, minél több magasan képzett tanártól, professzortól tanulhatnak, fogadhatnak be ismereteket, és dönthetik-e, hogy arról mi a véleményük. Én ebben nem látok semmifajta veszélyt, megmondom önnek közben. Főleg úgy, hogy mondjuk a külgazdaság és külügyminisztériumban a felvétel egyik előszobája az, hogy a külügyminisztérium diplomáciai akadémiáját el kell végezni. Tehát, hogy valaki ne legyen tisztában a magyar külpolitikai célrendszerrel, a magyar nemzeti érdek képviseletének mikéntjével, az nem elképzelhető. Na, hát Unger Péter arra gondol, hogy aki ott végez, az a Kínai Népköztársaság célrendszerével és képviseletének kérdéseivel lesz tisztában elsősorban. Nincs így, mert ha egy egyetemen oktatnak diplomácia történetet, oktatnak nemzetközi protokollt, oktatnak exakt tudományokat, akkor én szerintem, aki ott tanul, az nem egy másik ország világlátása szerint fogja utána végezni a dolgát. Tehát ez szerintem egy politikai vita. Nyilvánvaló, hogy a magyar ellenzék pártjai jelenleg a keletről érkező, legyen az vakcina, tudás, export, vagy import, bármi beruházás, azzal szemben egyfajta politikai bizalmatlanságot próbálnak építeni. Hát ilyen a politika. Köszönöm szépen a rendelkezésünkre. Köszönöm, hogy itt lettem.